Niko, győztök ki. Nagyon jó. Honnan hát, Jani, hát gyere már, köszönjél. Jó ismerősként köszöntöttek mindenkit Panyolán a Széles Zsula kiállítóház udvarán. Volt, aki jelmezben, volt, aki csak érdeklődőként jött a Farsagra szombaton. Még a távoli Mohácsról is érkeztek busók, akik kereplővel űzték a rossz szellemeket Panyoláról. Szólt a zene, sokan énekeltek, de a gyerekek nem mertek közel menni ehhez a bábúhoz, a pulyaszedőhöz. Ezzel ijesztették meg azokat, akik este nem tudtak elaludni. A szamosháti emberek nem voltak tehetősek, úgyhogy abból gazdálkodtak, amiük volt, úgyhogy ezek a birkabőr, a kenderkóc, a lemvászon, ezek voltak azok az elemek, amikből ezeket a maskarákat elkészítették, úgyhogy ezeket használtuk itt a kiállításban is. A jó hangulatról a zenekar mellett a szervezők is gondoskodtak, fánkot és pálinkát kínáltak a vendégeknek. Hungarikum pályázatból tudunk most is működni. Természetesen itt a vendégek ingyen kapnak mindent, tehát vendéglátás van, fánkot sütünk, kínáljuk a pálinkát meleg teával, úgyhogy ezek nyilván ezek abból a költségből vannak, de hogy mit is tudunk mi ehhez újítani, és mindig valamit egy kicsit alakítani, formálni, ez tulajdonképpen most a kászoniakkal egészül ki ez a felvonulás. 45 fő jött Hargita megyéből, és ők szintén előadnak egy jelenetet a felvonulás során. Kíváncsian várjuk mi is, hiszen még nem találkoztunk, most volt az első alkalom, hogy onnan ide érkeztek hozzánk. Megadjél a kilenc az élet! Ötöcs fele! Lámilyen pálinka hajó! Egyszer abba szégat, hogy elvállal! Jó kasszony szív a pálinka! Kasszony szív a pálinka! Figyelj, Lila! Kiadjuk még az élet! Nyolc az élet az utolsó arra! Nyolc az élet az utolsó arra! Ha nem adja meg az élet, mit a fejbe! Fennhangon alkudoztak a hargitai nagy kászomból érkező hagyományőrzők a Bikára. Hargita és Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye testvérkapcsolatokat ápol egymással. Nagyon gyakran látogatjuk egymást, mivel hogy nekünk még Panyolán most vagyunk először, de itt a szomszédban, tehát nekünk van testvértelepülésünk. Szatmárcseken. Testvértelepülésünk, úgyhogy évente kétszer-háromszor oda-vissza ők is jönnek, mi is jövünk, több rendezvényen részt veszünk. Csukja be a szemét! Mindenképpen. Jó, szóljokat nem Meglepő élményben volt része Baracsi Endrének, a Vármegyei Értéktár elnökének. Megborotválták őt a jelmezbe öltözött asszonyok. Egy hiátus pótoltunk azzal, amikor a bizottság úgy döntött, hogy a panyolai hagyományok mellett és a szilvásétel mellett ugye a farsangi hagyományok is az értéktár részeit képezik, és úgy gondolom, ez nem csak a megyei értéktárnak, nem csak a vármegyei értéktárnak a büszkesége, hanem az egész magyar kultúrának is, hiszen az a lakoskodás, az a télűzés, azok a hagyományok, amelyek a közösségeket egybekovácsolták, egybetartották, azok nagyon fontos részei voltak a társadalomnak, és hát itt a Szatmárban, ezeken a kis településeken pedig különösen ezzel tartották meg, és ezzel tartották meg az egységet, és lényegében a megmaradásuknak az egyik záloga is az volt, hogy tudtak együtt élni, meg tudták élni együtt az ünnepeket, meg tudták élni együtt a nehézségeket, és hogyha kellett, akkor egy ilyen farsangi népszakás alkalmával ki is tudták figurázni, ki is tudták parodizálni, és ezzel valóban megerősítették azt a közeget, amelyben élték a mindennapokat. A farsangi alakoskodók délután bejárták a falut. A farsangi időszak hamvazó szerdáig, idén február 22-ig tart, utána kezdődik a húsvétig tartó nagyböjt.